vagyok Csicsmani, Csicsmány határában. Két gondolat. Hát eléggé fáradtan indultam ennek a kis, nem nevezném túrának, inkább sétának. Mennyi? 6 óra lehet kb. Épp pihenőidő. És túl a fáradt voltam, mert levezettem már a 300 kilométert. Munkaügyben voltam. Hazafelé foglaltam itt szállást. Mondom, akkor itt alszom, picit pihenek. Na, mire oda jutottam, hogy vacsizzak, 5 óra elmúlt, megettem, kértem egy sört. Itt kajához igazán nem szoktam inni, de hát itt kértem sört, hozták a kaját, szóval előtte, utána ittam, ami nem szokásom. Ha eszek, akkor nem iszok se előtte, se utána, csak később. Könnyebb így a gyomromnak, jobb. Na és... hát hulla fáradtan megindultam. Azt a falu közepén le is ültem egy ilyen kis faszahelyre. De jöttek autók, mondom, akkor valahova kimegyek. És az a durva, hogy nem tudom, 300-400 méter után kezd föltölteni energiával a természet egyből. Szóval mindig túl kell magam tenni ezen a fáradtságon, amit a falak, a beton aszfalt okoz, a számítógép, a virtuális világ, az ülőmunka, ülés. Ezeken túl kell magát tenni embernek, és a munkája olyan is, hogy ül, meg számítógép mögött van, akkor legalább utána mindenképpen menjen ki a természetbe, és töltődjön vissza. Minél kevesebbet szabad csak ülve gép előtt nem élni, és ahogy lehet, ki kell menni, és feltöltődni. Minél közelebb, annál jobb. Autót nem használva. Ennyi. Hát, nem vagyok egy profi fotós. Mi mögöttem a nap? Nem vagyok egy profi fotós. Mi, hogyha mögöttem van a nap, és úgy készítem a felvételt? De jól néz ki, nem? Hát így jobb. Most így nem jó, hogy a nappal szemben vagyok. Na szóval, pár perc a természetben, és eltűnt minden fáradtság, amit az autó, az ülés, telefon nyomkodás okozott a nap folyamán, és úgy érzem, hogy reggelig tudnák sétálni. Meg 10 perc alatt lent úgy éreztem, hogy megyek aludni. A hangról, ott a távolban, egy lábánál megy egy traktor, ráközelítek. És ilyen völgyekben, hegyek közt máshogy viselkedik a hang, a rezgések, mint alföldön síkterepen. Ugye itten visszaverik a hangot össze-vissza, pingpongozik a dombok közt. Csak ennyi a hangról. Medve! Hagyjál, végén. Nem akarok veled barátkozni. Vagyis ott, de...
Na, én lefeküdtem itt ezen a gyönyörű kis réten. Elment a traktor, elmentek a motorosok. Most már hallani a repülőket. Egy picit, ha jönnek. De erre annyira nem járnak. Vagy legalábbis magasan vannak. És lefeküdtem, és itt van mellettem egy szép, magas, lándzsás úti fűnek a virágos hajtása. És megfogtam. Nézd meg. Mi van ott? Pók. Nem tudom, hogy sikerül-e beélesíteni. A pókoma most elbúj, mindig elbújik a másik felére, ha ott van. Nem szeret szerepelni a kamera előtt. Hopp! Vagy a napocskát nem szereti annyira. És akkor az árnyékos. Aj, és most egy légy is oda rászállt. Hát nem csodálatos az élet, milyen gusztustalan. Ahol az ember nem írtja, ott mindenhol megjelenik valami. Ez egy apró kis virág, hát akkora, mint a körmöm. És van rajta egy pár virág, légy, pók, meg egy csomó más minden is lehet, hogy... Van itt egy ilyen nagyon gyönyörű kis hosszúkás légy. Ilyet nem láttam. Az a helyzet. Mindig rászáll ide a kezemre, karomra, amivel kitámasztom a fejem, vagyis amit párnának használok. Rászáll ide a bicepsemre, és ott nyalogatja le rólam a izzadsággal kicsapódott sókat. Gyere, legyecske, gyere! Nyugodtan gyere vissza! Ne bujkálj ott a másik oldalon! Hallod? Gyere már vissza a kezemre! Ne félj semmi! Elkap a pók! Ezt mit fogsz csinálni? Mit fogsz csinálni, elkap a pók? Hol vagy? Erre az oldalra gyere, egy nem csillogsz. Na, még mindig itt vagyok fönn. És már elbújt a napocska a dombok mögött. Illetve lehet, hogy már a horizont mögött is a dombok mögött. Most nagyon szép, most bánom, hogy nem hoztam fel a fényképezőgépet. Hát, már nem olyan világos, mint ahogy ez mutatja. Inkább ilyen. Ez itt már nem tudja kihozni a kontrasztos részeket annyira. De most hol a fókusz? Mi van? Mi a baj ezzel? Indulás a szállásra. Ideje átengedni ezt a gyönyörű rétet, völgyet az állatoknak. Pásztázom itt a környéket. Valahol kijöttek már az erdőből a nyílt terepre. De... nem nagyon látok semmit. Ott a falu. A csicsmani. Csicsmány. Mögötte van az út, de ez nem valami fő út, úgyhogy
Nagyon nyugis hely ez. Ott valami mozgolódik a bokorba. Vagyis kis fák között. Medve bácsi, hagyjál! Megyek az úton a faluba, és jön egy néni egy kutyával az út szélén. Mondom neki, dobrý deň, dobrý deň. Aztán mondja tovább a kutyának, hogy pogyús, pogyús, zase így autó. Alig megy itt autó, már, vagyis hogy... Na mindegy, kevés autócska jár itt. Éppen elment pár autó. Egy autó, aztán azt mondja, pogyús, pogyús, így autó, zase így autó. Aztán kutya nem akart jönni, meg szagolgatott valamit az oszlop körül. Azt mondja neki, pogyús, ez így az ciklista. Pogyús, idő autó, zase így autó. Elment a második autó pár perc át. Azt mondja, do piče, mondja a kutyának, do piče, pogyús. Aztán mondja neki, hogy hiszé, tami du najban i ludzie. Jött valami család az úton. Najban i ludzie idu, pogyús. Ezek sípályák, azok az írtások. Javorina vagy javorinka, vagy mi ez. Amit meg érdemes itt megnézni, az ott szemben van. Mutatom. Tehát ott a falu mögött, a domboldalba, vannak ilyen sávok. Ilyen fákból, kisebb fákból vannak ilyen sávok hagyva. Pedig nem, az egész nem olyan hatalmas terület. És még így is itt, ahol erdők vannak körbe, és a réteken is vannak ilyen sávok hagyva. Hát nem mondom, hogy mindenhol, mert itt pont nincs. De vannak ilyen részek, hogy meg vannak hagyva ilyen sávok. És nálunk meg vannak hatalmas parcellák, amik hopp, lövés, második, most már. Vannak hatalmas parcellák, amik föl vannak szántva. Igazából nálunk csak az van, és még úgy is, úgy sincsenek fasorok. Itt erdők vannak körbe, és ott, ahol rét van, meg abba is vannak sávok. Nálunk meg nincsenek erdők, csak a hatalmas szántóföldek, sivatagok, és azokat se képesek ilyen fasorokkal egymástól elhatárolni. Ott fut két őz, hú, második lövés. Most nem talált az első, vagy talált, és még egyet lelőtek. De az első lövésre itt elkezdett futni két őz. Nem látjátok, mert azért arrébb van. Ott van valahol.
Egyik az utolsó idősebb bükkfák közül itt az erdőben. A többi az minden egyforma, kicsi, fiatal. Nem sok van ilyenből. Igazából kb. A második, harmadik. Itt van előttem egy juharfa, mindkét oldalról. Ez a kettő juhar, egy juhar van, amivel találkoztam itt az erdőben. Teljesen más, mint a bükk, a kérge. Ilyen lemezesen, vagy hogyan van repedezve. A bükknek meg sima szürke. De amiért megálltam, egy újabb felvételért, az ezek a gyökerek. A gyökerek, amik tartják a hegy oldalat. Amint ki vannak termelve a fák, heves esőzés után már csak úgy csúszik le a hegy, a föld. Ezer méter fölött vagyunk, ez itt már Prírodná rezervácia, Národná Prírodná. Itt most már sokkal több a hegyi juhar, és az a gyönyörű. Na. Na. Most már nem szoká a lóka, Podstrázsovom lesz. Onnan már elvileg nincs messze a csúcs. Na, kicsit kiegyenesedtünk egy óra után. Egy óra intenzív fölfelé mászás. Meredek rész után most van egy lapos, oh yeah! Na, felértem Strázsóra, egy kis körültekintés. Nem akarok lásni. Nyesni. Ott azt tetszik, az a négy kis vagy öt ösvény, ahogy belefolyik az erdőbe. Aztán ki tudja, merre vezetnek az utak. Hát át az erdőn, aztán megint völgy van. Települések, városok,
aztán megint erdő. Ottan az jól néz ki, ott most van kb. Középen. Kapott strázsolom. Na, hallok embereket. 3 óra után. Háj, modopád.
stoppolok. Az Liehov és Csicsmani közt. Az a baj, hogy van még közt egy kereszteződés, úgyhogy ha meg is áll a kérdés, hogy merre mennek. Hát 15 perc alatt elment két autó. Ebbe az irányba, persze, hogy szembe jönnek azért. Szembe elment már egy 10-15. Volt egy ilyen esetem tavaly Szlajacsnás, túráztam egy őserdőbe. Őserdőnek nyilván ott védett területen, ahol semmi, abszolút semmi beavatkozás nem folyik, minden fa, amik idős, s a többi ott van hagyva. Aztán izé... autópályán kötöttem ki. Ott stoppoltam. Az izgalmas volt. Hát ott nem állt meg senki, persze, hogy... pár kilométert letoltam az autópályán gyalog. Még le tudtam róla jönni, aztán tudtam hívni taxit. Szóval, hogy... hogy még messze van a falu. Hát ott voltam fönn a domb tetején. Onnan jöttem, amarra mentem le. Kijöttem a faluba, azt hittem majd buszozok, de épp úgy van, hogy a domb egyik fele Trencséni megy el, a másik Zsolnai, nem megy át busz. Autó se jön nagyon. Legalább valami, nem tudom, ki jöhetne.